Oltásra jöttünk, és tök is köszönöm. De látom, hogy tavaly ilyen tájt kapta meg az oltását. A négy éves vizsla nyugodtan tűrte, és már túl van a kötelező veszettség elleni oltáson. Évente egyszer kötelező, évente egyszer elégséges is tulajdonképpen egy évre biztos védelmet ad egy ilyen oltás. A gazdája minden évben tavasszal hozza el az állatkórházba a kutyust, rövid átvizsgálás után megkapja a vakcinát, ami fájdalom és mellékhatásmentes. Elő szokott fordulni, úgymond ilyen oltási reakció, ez lehet helyi, illetve ilyen általános tünetekben megnyilvánuló ö, probléma, helyileg bedúzzathat az oltásnak a helye előfordul ritkán. Miután a kutya megkapta az oltást, felvezetik a nyilvántartásba, mindez pár perc és a kutya már mehet is. Állampolgári kötelezettség, hogy minden kutya tulajdonos beoltassa kutyáját évente egyszer, aki nem teszi meg, pénzbírsággal sújtható. Nagyobb probléma a kóbor kóborkutyákkal van. A Nyíregyházi Állatbarát Alapítvány állatotthonába évente 500-600 gazdátlan kutya kerül be. Kóborkutyákat még a belvárosban is találnak az állatotthon munkatársai. Kóborkutyák által történt harapások éves szinten, ami hozzánk kerül, az éves szinten egy 8-10. Ilyenkor a hatósági állatorvos elrendeli a kutya megfigyelését. Ha nincs benne csíp, nincs oltásról semmilyen információnk, akkor a hatóság állatorvos által meghatározott ideig megfigyelés alatt tartják. Ez a megfigyelés, ez rendszerint a gyepmesteri telepen történik, igazából azért is lett létehozva és a megfigyelés idő után vagy a gyepmesteri telepen, vagy áthozzák ide, itt csipjezve és veszettség ellen leszoltva. Az állatorvos elmondta, a megharapott ember egészségét nem kockáztatják, és megkapja a humán veszettség elleni oltást.